Kedves barátaim! Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. A mai előadásomat Veresegyházon tartom, itt a tó mellett. És a mai témánk egy érdekes lesz, a eutanáziáról beszélek, szellemtani megközelítésben gyakorlatilag. Ugye a eutanáziának a, mondhatnánk a fogalma, a haldoklás, a halál. Egy olyan állapot, amikor a emberi test gyakorlatilag tehetetlen, nincsen benne, mondanánk úgy, hogy értelem, betegen fekszik egy ágyba, haldoklik, szenved esetleg, és ezt kell átélni. Kétfajta eutanáziát kell megkülönböztetnünk, egyik a passzív és a aktív eutanázia. Elnézést. A kettő közötti fő különbség gyakorlatilag az, hogyha mondjuk valaki megbetegszik és ágyba kerül, szenved, borzasztó szenvedései vannak, és aktívan beavatkozunk az életébe, tehát mondjuk kap egy méreginekciót, gyakorlatilag vagy valamilyen úton módon elveszik az életét, ezt hívják egy aktív eutanáziának, tehát megöljük gyakorlatilag a beteget, hogy megkíméljük a szenvedéstől, jó? Tehát általában ezek a dolgok mind azért vannak, hogy a szeretettünket vagy valakit megkíméljük a betegségtől. Voltak olyan esetek, hogy kórházban a nővérek látták, hogy mennyit szenved végig a beteg, és akkor méreginjekciókkal, meg mindenféle megoldások megölték a betegek, hát van a halálangyala, meg van egy pár ilyen dolog. Azt kell tudomásul venni, hogy nagyon érdekes az emberi életnek a lefolyása, a szülésünk sem mindegy, hogy születünk meg, tehát a megszületésünk sem mindegy, hogy milyen módon születünk meg, hova születünk meg, de a halálunk sem mindegy. Vannak olyan emberek, akik egyik a másikra a szívükhez kapnak, vagy éjszaka elalszanak és reggel már nem ébrednek fel, és vannak olyan emberek, akiknek akár az utolsó egy-két évük a haláluk előtt borzasztó szenvedéssel, fájdalommal jár végig. Azt is tudni kell, hogy a szellemtudományban létezik egy, ugye szellemi szférák vannak. Első három szellemi szférából kötelező a testetöltés, a negyedik szellemi szféra a menny előkapuja, onnan már általában vállalásból születünk le a fizikai síkra. Akkor, amikor mi átjutunk a negyedik szellemi szférába, az utolsó életünk gyakorlatilag, a legeslegutolsó életünk miatt átlépnénk, még egy nagy próbatétel lesz. És ez hozzátartozik sok esetben a halálnak az átmenete. Tehát, hogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy borzasztó rákos betegséget kapunk, vagy valami olyan betegséget, ami szenvedéssel jár. De miért van ez? Hogy megmérettetünk még az utolsó percben, hogy tényleg erőse az Isten hitünk. Hogy mondok egy egyszerű példát erre, nem is egy példát, kettőt, hogy mondjuk van egy pap, aki egész életében Istennek a szeretetéről, meg Istenről prédikál, és mondjuk a halál előtt beteg lesz. És akkor van egy pálfordulás az életében, és akkor megszól, hogy Uram, hát egész életemben téged szolgáltalak, és te így bánsz velem a hű szolgáddal, nem is létezik Isten szerintem, és ellene fordul. Vagy egy nagyon jó példa rá, hogy nagyon sok szellemi tanító barátom halt meg úgy, nem is olyan rég, hát az azt jelenti, hogy 10 éve, tényleg egy hideg tanító volt, és kapott egy szájpadlásrákot, egy borzasztó fájdalmai voltak, az egész agyát megtámadta a rák, és egy nagyon nagy szenvedés után meghalt. És akkor mondták az okos emberek, hogy látod, itt van szellemi ember, és mégis hogy megkínoszta a sors a halál előtt. Hát igen, mert ezek az emberek, akik ezt elmondták, ők nincsenek vele tisztába, hogy a halálunk is, az átmenet a halálba, hogy nem véletlen, hogy egy próba. Amikor volt ez a rendszerváltás, akkor emlékszem, egy hölgy paraszkodott nekem, hogy nincs igazság, hogy nincs Isten, hogy István az én férjem, mert másfél éven keresztül ápoltam, hogy szenvedtem vele a mindennapjaiban, amire szegény meghalt, nagy szenvedés közepette, és akkor a pártitkár megnéz meg a utcán, a szívéhez kapott és meghalt. Ugye ez volt a rendszerváltási időszak, amikor átmentük a szocializmus vagy kommunizmusból ugye a kapitalizmus felé. Tehát azért mondom, hogy nem értik meg ezek az emberek, hogy a halálnak az átmeneti állapotát nem tudunk megváltoztatni, benne van a sorsunkban. Az is sokszor benne van például, hogy valakit
ápoltak, és vissza kell adni az ápolást, és akkor valaki felvállalja ezt, akár a férje. És akkor ugye másfél éven keresztül egy próba annak a nőnek is, vagy csak ezt mondom, hogy nő, mert lehet fordítva is, egy próba neki, hogy ott áll a férje mellett, és végig fogja ápolni, vagy ott hagyja, vagy bedugja egy otthonba, és kész. Tehát azért mondom, hogy ez egy borzasztó érdekes a halálnak az állapota, nincsen rálátásunk. És mi nem mondhatjuk azt, hogy na te most ezért és ezért szenvedsz, mert nincs rálátásunk. Ezek isteni törvények, ezek komoly dolgok, amiben nincsen beavatkozási lehetőségünk, és mint mondtam, rálátásunk sincsen. Találgatni lehet esetleg. De ami a fontos, és hogy ezt akartam helyre tenni az eutanáziában, hogy ugye megbeszéltük, hogy van az aktív meg a passzív eutanázia. Az aktív, ott nincs amiről beszélni, maradjunk abban, hogyha valaki egy beteg embernek beleavatkozik az életébe. És akár szeretetből, de ugye van ilyen, hogy lelövi a feleségét, leszúrja, stb., hogy az életét megkönnyítse. Azért ez nem annyira Istennek tetsző dolog. De van a passzív eutanázia, ami innentől kezdve érdekessé válik viszont. Na, következő a helyzet. Ugye megvan a természet törvény, hogy nekünk meg kell halnunk, megvan az, hogy hogyan fog meghalni, fájdalommentesen, szívroham, vagy egy borzasztó nagy fájdalom által, ami esetleg hetekig, hónapokig, vagy évekig is eltarthat. Na most azt tudni kell, hogy egy normál átlag ember, most menjünk vissza a középkorba, ugye ahol nem voltak orvosi gépek, vagy menjünk vissza 200 évvel ezelőttig, ugye mi történt? Megbetegedett, ugye a családja körbeállta, végignézték a betegségét, próbálták enyhíteni a betegséget ugye mindenféle megoldással, de utána elérkezett az ideje, és úgymond kilelte a lelkét, tehát a lélek eltávozott a fizikai testből, és átment a másik síkra, és élte tovább az életét. Ma viszont annyira fejlett az orvostudomány, hogyha valaki beteg, akár kómába esik, bárhol az égvilágon, rákapcsolják a gépeket, nincsen tudatánál, lehet a lélek már rég nincsen a fizikai testben, de még dobog a szív, igaz, hogy már agyhalott mondjuk a páciens, de a gépek életbe tartják, lélegeztetőgépek, véráramlatokat, szívgépek, pótolják a szívritmus, mindent az égvilágon. És ugye ilyenkor jön az a nagy viták sokszor, hogy le lehet-e kapcsolni a gépekről, vagy nem. Ugye a szülők reménykednek, egy gyerek ott van rajta, hogy volt csoda, hogy valaki visszatér 10 év múlva, de nagyon nagy viták vannak belőle. Hál' Istennek ma már vannak olyan rendelkezések, hogy megmondom, hogy én nem akarom, hogy gépekkel tartsak életbe, tehát nem kérek újraélesztést például, meg ilyen apróságok. És akkor ott jön a vita, hogy le lehet-e kapcsolni a gépről, vagy nem. Bírósági útra mennek, peres útra mennek, mire valaki el tudja érni, hogy ne szenvedjen a rokona. Na most ez nem számít már gyilkosságnak, ugyanis itt már beleavatkoztunk a természetnek a normál folyamatába. Tehát ez az ember, hogyha mi nem találtuk volna fel ezeket a lélegeztetőgépeket, szívgépeket, tüdőgépeket, májpotlógépeket, mindenféle vackot, ez az ember már régen halott lenne. Tehát igazság szerint mi úgy avatkoztunk bele az életnek a folyamatába, a természettörvénybe, hogy azzal ellentétesen tartunk életbe egy olyan fizikai testet, aminek már meg kellett volna halnia, el kellett volna menni a fizikai síkról. Tehát akkor, amikor mi elkövetünk egy peres úton nagy nehezen, hogy kapcsolják le a szeretetünket a gépről, azzal viszont már nem követünk el gyilkosságot, hanem átbocsátjuk arra a helyre, ahova neki el kell mennie. És nagyon érdekes, hogy most az előadásomnak a egyik részi, amikor írtam össze, hogy körülbelül mikor fogok beszélni, akkor került az interneten elém ilyen orvosoknak ilyen rengeteg mondatuk meg véleményük pont arról. Volt, aki rátetováltatta a mellére, hogy nem kérek újraélesztést. Elmondták az orvosok, ugye több orvos is volt, hogy általában azok az emberek, akik ugye odállt vannak, nem kapnak oxigént sokáig, az agyuk sérül, egyszerűen megváltozik az ember, tehát nem az az ember jön sokszor vissza, és egy ilyen szenvedés az egész maradék élete, egy ilyen agyhalott, egy ilyen nem tud magához térni, vagy sztrókot kapott, lebénult a férteste, és ezt látják az orvosok. És ők azt mondják, hogy ők nem szeretnének élni. Tehát hiába ugye neki kötelességük megmenteni az embert, főleg a hozzátartozó, aki még akár 10 éven keresztül is nézni akarja a kómában lévő kedvesét, vagy szeretetjét. De az orvosok látják, hogy ha nagy nehezen is vissza tudják hozni, ez már nem az az ember, ez szenved, ez végig kilódja az életét. Hogy sokkal egyszerűbb akkor ott rögtön meghalni,
mint hogy utána nyomorékon, tolókocsiba, agysérülten élni még 10 vagy 15 évet, mert a szeretetünk, ugye, aki minket megmentett, ezt akarja. Hát én nem tudom, hogy ez az igazi szeretet, én megmondom őszintén, hogy én nagyon nem szeretnék gépeken élni, és elmondtam a feleségemnek is, hogy ha lehet, akkor ezt akadályozza meg mindenképpen. Jó, hát van az a minimális dolog, amire esetleg hátra meg tudnak gyógyítani, de amikor olyan a helyzet, akkor inkább köszönöm szépen, de én ebből nem kérek. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és hogy ebbe ugye beleavatkozzunk. Tehát a passzív eutanázia, amikor lekapcsoljuk a gépről magunkat, az nem számít gyilkosságnak. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ezt mindenkinek át kell gondolnia. Az is érdekes különben, hogy a kómás, ha már beszélek a kómás betegekről, hogy nagyon sok esetben én magam is tanulmányoztam őket, hogy a lélek elmegy, de a fizikai testet még ugye meg lehet menteni, meg gépek életbe tartják, és akkor visszajön, visszatér a kómából a beteg tulajdonképpen. Azt tudni kell, hogy a kómás eseteknek a 90%-ában nem az a lélek jön vissza a fizikai testbe. Tehát nem az, aki elment, hanem egy olyan embert tesznek be a testbe, akinek karmikusan belefér abba az élet feladatába, hogy mit tudom, egy 40 éves ember kómába került, mert leesett a létráról, visszajön fél év múlva, két év múlva, öt év múlva, és egy másik lélek átveszi a testét, akinek nem kell végig élni a gyerekkort, a szülés, minden, tehát a születést, a gyerekkori traumákat, mindent az égvilágon, és a 40 éves korától tudja folytatni abba a családba, abba az élethelyzetbe a további feladatait. És akkor ezt észre lehet venni, mert ezeknél az embereknél nagyon komoly személyiségváltozás van, úgymond törlődnek az emlékei, tehát rengeteg ilyen személyes dolgokra, ami történt mondjuk a feleségével, férjével, gyerekével, nem emlékszik rá. Volt nekem olyan kómás betegem, akinek a kislánya elmesélte, hogy az édesanyja 14 év nagyon szerették egymást, mint a barátnők lettek volna, csodálatos kapcsolat volt közöttük. Az anyja 14 éves korában kómába esett, 8 hónapot volt kómába, és amikor visszatért a kóma után, és ránézett a gyermeke boldogan az anyjának a szemébe, ugye a szem a lélek tükre, mint egy teljesen vadidegen ember nézett volna vele szembe. Tehát nem ismerte meg az anyját. Tehát úgy nézett rá, mint hogy ez nem is az anyja lenne, holott fizikailag ugye az anyja volt. És kiderült, hogy amikor a anyja teljesen magához tért, hazament ugye a családba, akkor rengeteg dologra, amire a gyermekével beszélgettek annak idején, ez a lány különben akkor már 19 éves volt, amikor beszélgetett, nem emlékezett rá, ugye, mert ezek a dolgok, amiket mi a szeretet, ezek az intenzív dolgok, amiket mi lelkileg beszélünk meg, ezek a mentáltestbe mennek fel. És amire a lélek, a kincs, ami szeretett morzsák is mind a mentál testünkbe megy fel, tehát szellemi testünkbe mondhatnám így, tehát ezek az emlékek ott rakódnak el, tehát az édesanyja, amikor elment a testéből és átengedték azt a fizikai testet, a kómás testet egy másik léleknek, ugye az nem férhet hozzá azokhoz a mentális dolgokhoz, maximum az asztrális testből tudja leszedni az információkat, tudja, hogy van gyereke, hol lakik, tehát ezeket a fizikai információkat, de a lelki dolgokat nem. És kiderült, hogy a visszajött anyjának, mondjuk így a második anyjának, unszimpatikus volt a lány. Úgyhogy az történt, hogy a kislány 16 éves korában kénytelen volt elköltözni otthonról, mert annyira az anyja nem bírta a lányát, akit eddig imádott és szeretett, hogy olyan konfliktus volt közötte, hogy elköltözött otthonról, úgyhogy amikor már 19 éves korában beszéltem vele, addigra már javában nem lakott otthon. Tehát ezt csak azért akartam ugye elmondani egy borzasztó érdekességként, hogy ezeket tudni kell és sok mindent át kell gondolnunk, jó? Tehát nem avatkozhatunk bele ismétlésként, amíg él rendesen, műszerek nélkül egy másik ember életébe, nincsen jogunk a szenvedését egy gyilkossággal, eutanáziával gyakorlatilag megrövidíteni, arra van viszont lehetőségünk, hogy segítsük a fájdalomcsillapításba, tehát rengeteg dologban, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Viszont a passzív eutanáziát én nem is támogatom meg, általában a szellemtudomány se támogatja, igaziból az már Isten törvényének a beavatkozása, mint a klónozás, de most ebben nem menjünk bele. Ezt szeretnék így a előadáson végefele mondani egy nagyon érdekes történetet, hogy megértsünk rengeteg dolgot, hogy mennyire nem szabad ítélnünk a történésekbe. Ugye én tagja vagyok egy spirituális baráti körnek, és egyszer
ritkán szokott olyan lenni, hogy mediális körnek van egy előadása, de ott volt, tehát pár alkalommal ott voltam egy mediális körnek az előadásán, ugye. Itt ennek az a lényege, hogy ilyen szenvedő lelkeket besegít, tehát behív, egy tanító szellem odaküld a mediális körnek a médiumához, ő a médiumon keresztül megnyilvánul, és akkor ezeket a szenvedő lelkek, ezek olyanok, hogy megrekednek a fizikai világ és a szellemi világ között, nem tudnak átmenni. Tehát nem veszik észre, hogy ők meghaltak például, de ez több évszázad is eltelhet közte, tehát nem jönnek rá, hogy ők meghaltak, halottak, megállt a gondolati szinten, megrekedtek. És van valami érdekes szellemi törvény, hogy ezeket a megrekedt szellemi lelkeket valami oknál fogva csak fizikai ember tud elküldeni. Tehát nekünk kell felvilágosítani a meghalt szeretetünket például, csak azért mondom, mert ez mindenkivel előfordul. Nem az, hogy itt tartsuk, hogy jaj drága, hogy miért haltál meg, hogy miért mentél, annyira szeretlek, nem is fog elmenni, itt fog maradni. De hogyha megmondjuk, hogy meghaltál drága, pont két napon megyek egy Molec Ági nevezetű tanítóbarátomnak a temetésére, és nem azt fogom mondani, hogy drága Ági, hogy jaj, miért mentél el, maradjál itt, akkor lehet, hogy itt fogom tartani, persze nem mondom ezt, hanem én azt mondom neki, hogy drága Ági, nagyon szerettelek, nagyon boldog vagyok, hogy megismertelek ebbe az utolsó 20 évbe, és örülök, hogy elmész a fénybe, nagyon szeretettel küldelek el téged a fénybe, és érezd magadat nagyon jól, és végre megtudod a boldogságodat. És ráadásul Ági is nagyon sokat szenvedett a halála előtt, tehát nagyon komoly áttételes rákos volt, és örülök neki, hogy foglalkozott tanatológiával, és semmi olyat nem követett elő is, hogy megrövítse az életét, hanem végig szenvedte, és tudatos szenvedése, hogy tudta, hogy mi vár rá. Erről mi sokat beszélünk a betegségén keresztül. No, tehát akkor ugye visszatérünk erre a történetre, ugye, hogy fizikai ember tud elküldeni ugye olyan embereket, akik esetleg itt maradnak. És a történet a következő. Ez körülbelül olyan 1700-as évek környékén játszódott. Nevezzük a főhősünket Péternek, jó? Most nem emlékszem konkrétan a nevére, valami Németországban játszódott. És az volt a lényege, hogy fiatal házasok voltak Péterék, de nem lehetett gyerekük. És gondolkoztak rajta, hogy mit lehetne csinálni, és akkor jött egy vásározó a városukba, és megbeszélték a vásározóval, hogy ugye lefekszik ugye Péternek a feleségével, ők fizetnek érte pénzt, meg addig ott lakhat náluk, meg etetik, meg minden, hogy jól érezheti magát, meg árulhatja a portékáját, de cserébe ugye Péternek a feleségével kell hárnia, addig, amíg terhes nem lesz a felesége. Ez eltartott egy pár hónapig, és akkor felesége terhes lett, és akkor megköszönték a vállalkozónak, ugye kifizették a pénzt, a segítségét, és elment. Persze ez nem ilyen egyszerű, mert Péter meg a felesége borzasztóan szerették egymást, és át kell élni, hogy ez micsoda szenvedés, hogy azért, hogy bevállaljanak egy gyereket, a feleségnek le kellett feküdni egy idegen férfival majdnem minden este, a férnek meg át kellett élnie, hogy egy idegen férfi a feleségével szeretkezik. Szóval azért maradjunk abban, hogy ez nem az élvezeti része volt, de ők bevállalták a gyerek miatt. És ami az érdekes, hogy megszületett a kisgyerek, és a kisgyerek kezdettől fogva beteg volt. Tehát végig betegeskedett, állandóan borzasztó szenvedése volt a kisgyereknek, és 2 éves volt a kisgyerek, amikor már nem tudták nézni a szenvedését a gyereknek, és akkor a Péter és a felesége leültek megbeszélni, hogy nem tudják hagyni, hogy ez a gyerek tovább szenvedjen, és megkérte a felesége Pétert, hogy ölje meg a gyereket, és miután végig szenvedtek mindent az égvilágon, és úgy döntöttek, hogy akkor ez meg fog történni, és Péter megfojtotta a 2 éves kisgyermekét. És azt tudni kell, hogy az volt az egészben még a csattanó, hogy akkor, amikor Péter megfojtotta a gyermekét, abban hatalmas fájdalomban, hogy ő neki mit kell cselekedni, hogy mind mennen keresztül, Péternek megállt a szíve. Na most közben ugye hát ez 1998 környékén volt ez a mediális körnek a találkozója, vagy 99 környékén. Ugye közben eltelt azért 200-valány év. És a szellemi vezetés Péter küldte ide a mediális körbe, ahol Péter a médiumon keresztül ugye elkezdett beszélni, és egyáltalán, hogy hol van, meg felismerte. És akkor itt elmondta a mediális körbe, elmesélte a történetét, és itt elmondta a körvezető, őt Kotány Ottónak hívták, emlékszem rá, hogy ő volt a körvezető akkor, hogy ő már meghalt,
csak hogy megállt a szíve, ugye, és abban a szenvedésben ott maradt a tudata, hogy ő most meg fogja ölni a gyerekét, hogy meg fog halni, és hogy milyen szenvedés, és ő nem jött rá, hogy közben megölte a gyerekét, hogy ő közben megállt a szíve, hogy ő közben meghalt, mert ugye a lélek kiszáll a fizikai testből, de a tudat szintje megmaradt annál, hogy ő mit fog követni elkövetni a gyermekével. És akkor fel lehet világosítani, hogy az ott eltett már, mit tudom, 250 vagy 300 év, hogy meghalt, hogy semmi ne törődjön vele, jönnek érte, nézzen körbe, és majd találkozni fog a szeretetjeivel. És akkor ugye Péter tényleg körbenézett, meglátta a fény, meglátta, hogy jön érte valaki, már nem emlékszem konkrétan, hogy ki jött érte, és elment a fénybe, és át tudott menni a másik világba. Na most ennek a, ezt azért hagytam a végére, mert ennek van egy hatalmas csattanó része, egy tanítás része tulajdonképpen, hogy utána a médiumnak a helyét átvette a tanító szellem. És ő elmondta, hogy Péter és a felesége, ők duálfelek voltak. És ugye tudjuk a duálszakadást, most nem akarok mélyen újra belemenni. Akit érdekel és nem tudja, hogy mi ez a duálfilm, meg hogy mi történt, megtalálja a YouTube-on a többi előadásait, de jól, most ezzel nem akarom az időt húzni, de az a lényeg, hogy a szellemünk annak idején két részre szakadt, női férfi részre, most ezt a részét hagyjuk, hogy éppen milyen testben vagyunk a fizikai síkon, de akkor engedek minket össze, amikor már nagyon megerősödtünk a párkapcsolat terén másnak a duál társának a vigyázásával, és amikor megértünk, olyan érettek vagyunk, akkor itt a fizikai síkon összeengednek minket. És általában itt mindenféle próbán átmegyünk a duálfelünkkel, nehézségeken, és amikor megértünk tényleg arra, hogy ezek a duálfelek össze tudnak kapcsolódni, tehát minden nehézség dacára is összetartoznak a szerelembe, akkor a halálok után tudnak egyesülni, újra egy szellemé válnak és átmennek a csodálatos világokba, egy egészséges szellemként. És gyakorlatilag Péter és a felesége duál szellem volt, és ennek a gyermeknek a szenvedése, a megszületése próbára tette a duál kapcsolatukat, és miután átmentek minden próbán, ez a szenvedés összeforrasztotta őket. Tehát ez kellett nekik ahhoz, hogy újra tudjanak a haláluk után egyesülni, és egy egységes szellem legyen. Tehát látjátok, kedves barátaim, hogy ami nekünk fizikai szemmel logikátlan, nincsen rálátásunk a dolgokra. Vagy lehet, hogy a szomszédja azt hitte, mit tudom, Dresdában most kitalálta, hogy hol élnek, hogy szeretője van a nőnek, meg a férfi elviseli, mert ugye biztos nem verték nagy dobra az egészet. Tehát mi emberek hajlandók vagyunk ítélni egy látszat alapján, fogalmunk sincs arról, hogy a fizikai dolgok sokszor ellentétesen mások, mint a szellemi dolgok ellentétesen mások, mint amit mi a fizikai síkon észlelünk és látunk. Csak ezt szerettem volna elmondani a eutanáziáról. Van írásos anyagom is, nagyon komoly írásos anyagom, az is majd elérhető, és akkor lehet, hogy sikerül feltenni a YouTube videó mellé, és akkor le lehet tölteni, el is lehet olvasni, mert van még nagyon jó kiegészítő, bővebb anyag hozzá. Hát nagyon szépen köszönöm, barátaim, hogy meghallgattatok. Remélem, el tudtam mondani rendesen ezt az eutanáziás különbözetet, az aktív, passzív eutanáziát, és azon belül is mit jelent, hogy melyik a gyilkosság és melyik a normál beavatkozás. Úgyhogy ennyi lett volna a mai kis rövid előadásomnak a része. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, mondtam hasznos információt a számotokra. Isten kísérje léptegyeket tovább. Isten áldjon benneteket.